Move together so we have room for everybody. Kérjük, hogy töltsétek fel a sorokat, hogy legyen mindenkinek hely, hogy középen ne maradjon üres szék. Phoebe, mit csinál? Okay, I can get it. I'll meet you. Bocs, Tamás. All right, hope you had a great Christmas. Remélem, hogy nagyon jó telt a karácsonyotok. And looking forward to tomorrow night, we're going to have our big Sylvester buli. Már nagyon várom a holnap estét. Itt nagy szilveszteri buli lesz a Gyuliban. You can purchase tickets at the information counter. Az információs pultnál vehetitek meg a jegyeteket, ha szeretnétek jönni. After the service. Az alkalom után. And don't forget to, you know, it's kind of like a potluck style earlier, and then it, later on after midnight we'll provide a meal. But earlier you need to bring some food, bring salad, dessert, drink, whatever. Tehát az eleje a partinak, ott az étkezést azból fogjuk megoldani, amit ti hoztok. Tehát ott mindenki hozzon valamit, hogy legyen mind nassolni. Aztán az évfél utáni nagyobb étkezést, az már tartalmazza a jegyetek ára, és azt majd mi fogjuk. A gyülekezet szolgáltatja. So, and also don't forget our theme, our dress code is black and white. És ne felejtsétek, a buliba belépéskor csak fekete-fehérbe lehet érkezni. And tehát a ruházatotokat illetően ilyen öltözési szigor van. We're not talking like black and white tie, like, or like a bow tie. Not... Tehát nem elég, hogy fekete-fehér, mondjuk csokornyakkendő van. Black t-shirt will do you good, you know. Vagy egy fekete pulóverbe jössz, hanem... We will start at 7 o'clock, so the doors will open at 6:30. Hanem komplexe. So what do then? I said you can wear just a black shirt. Persze. Ja, bocsánat. Tehát elég lesz csak egy fekete valami, persze. Vagy egy fekete fehér valami, tehát nem kell. Rövid nadrág. Bármi. Ja, jó, bocsánat. You can wear whenever you want. We don't care. Akármi it's Golgotha. When have we ever cared? Yeah, wherever you igen, want. Igen, Golgotába vagytok. Ez mióta számít? Tehát doors open at 6:30. 6:30-kor nyitjuk az ajtókat. And we'll start at 7 o'clock. 7-kor kezdünk. And it's going to be fun. There's some really, really fun things going to happen. Nagyon jó lesz. Jó dolgokat tervezünk nektek. And okay, that's all of our announcements. Ennyit a bejelentésekről. All right. So, well, last service before next year. Ez az utolsó. No? Isten tisztelet az új év előtt. I finally got my dates right. You know. Most végre sikerült, hogy belőjem, hogy milyen nap is van ma. And today I want to talk about. I got one question, and we're going to talk about it. Igazából ma egy kérdésről fogunk beszélgetni. The question is this. A kérdésem a következő. Are you stronger in the Lord now than you were at the beginning of the year? Az év végére erősebben állsz az Úrban, mint ahogy az év elején álltál. That's a question that I want us to consider today. Are you stronger today? Erről a kérdésről szeretnénk gondolkodni veletek együtt, hogy erősebb vagy most, now, mint amilyen voltál az év elején. I can already see it with some of you. I asked that question and you've already the little thing in your brain turned off. Már látom egyesekben, hogy a kérdésemre a kis agyatokba valami így lekapcsolt. You turned it off. You're like, oh no, that's so condemning. No, I'm not. Just tell me I'm a horrible person. Érzed magadba, hogy fú, ez a kérdés már magában kárhoztatónak hangzik, és inkább erről most ne is beszélgessünk. Some of you, you're already like feeling condemned just by the question. Már maga a kérdéstől az ember valaki hajlamos azt érezni, hogy kicsit kárhoztatva van. Okay, do me a favor. Szeretném, hogyha egy dolgot megígérnétek. Try this. Don't turn off just yet. Just give me a little bit of time. Tehát még tartsatok ki, egy picit még maradjatok velem, és ne kapcsoljátok ki because a fületeket. Hopefully, I want to look at this in a way that will actually be an encouragement to you and not this discouraging end of the year, I'm a loser mentality. Mert azt hiszem, olyan szempontból fogom ezt a kérdést megközelíteni, ami után nem biztos, hogy ezt érzed, hogy itt állok az év végén egy ilyen kis szerencsétlen nyomorultként. We have a... We kind of have, like, if you were to make a list of what is a strong Christian. Ha egy listát készítenél, hogy milyen egy erős keresztény ember. I don't know what you specifically would put on it, but I can tell you kind of generally what most people would say. Azt, hogy te konkrétan milyen dolgokat, milyen tulajdonságot írnál fel, nem tudom, de hogy általában okay. Az emberek mit mondanának, azt what tudom. What does it look like?
hogy milyen egy erős keresztény. Oh, well, you know, a strong Christian reads their Bible a lot. Egy erős keresztény az nagyon sokszor olvassa a Bibliáját. I guess that's true, right? Ez igaz. You know, a person who reads their Bible will know the heart and mind of God better than anybody else. Az, aki rendszeresen olvassa a Bibliáját, az azért jobban és mélységekben fogja ismerni Isten szívét és gondolatait. Okay, a strong Christian prays a lot. Egy erős keresztény ember sokat imádkozik. It's also true. Ez is igaz. A Christian who prays a lot will know the mind of God, the will of God, the voice of God. Az, aki sokat imádkozik, az ember hallani fogja, megéli és ismerni fogja Isten hangját és a szívét. Okay, a strong Christian witnesses a lot. Egy erős keresztény ember nagyon sokszor tesz bizonyságot. That's pretty true. Ez is egész igaz. You know, a person who's strong in their faith wants other people to know Jesus. That's true. Mert ha valaki erősen áll a hitében, az szeretné, hogy mások is megismerjék Jézust. And so they're sharing their you know, and a person who is sharing their faith will be stronger. Absolutely. És emiatt elkezdenek beszélni többet Jézusról, és aki többet beszél Jézusról, valahogy tényleg erősebb is lesz az Úrban. Because one, if you share with people who don't know the Lord and they get saved, man, does that change you? Mert ha beszélsz valakinek Istenről, és az az ember megtér, az milyen hatalmas erő számodra is, milyen nagy öröm. And even if they don't get saved, de ha nem is térnek meg, it is a faith strengthener in your own life. A te saját életedbe attól in a big way. Hitedet erősítő dolog ez. So is this a strong Christian? Is a strong Christian a person who reads, prays, and shares? Tehát ilyen egy erős keresztény ember, aki olvassa a Bibliát, imádkozik és megosztja a hitét. Well, yeah. Hát igazából igen. But there's other ways to look at whether you've grown in your faith this year. De azért más szempontok mentén is nézhetjük, hogy te vajon növekedtél-e a hitedben ebben az évben. And my goal and my hope is that at the end, some of you will be encouraged. És az a vágyam, és az a célom, hogy egyesek közületek az alkalom végére bátorodva érezze magát. Maybe not all of you. Lehet, hogy nem mindenki. But those of you that aren't, I'll have a word for you at the very end, I promise. De azoknak is van egy pár szavam a végén, ígérem, akik esetleg nem érzik magukat bátorítva. This is the time of the year when everybody starts making plans. Az évnek ez az a része, amikor mindenki elkezd terveket szőni. Ooh, this next year I will. Ipsipsilon, you know. Hogy a jövő évben ezt is ezt fogom csinálni. I am gonna lose weight. Lefogyok. I am going to, you know, read the Bible 25 times, you know, or whatever, you know. Hogy a Bibliámat. Say something. Yeah. Sokat fogom olvasni jövőre. You know, I'm gonna, yeah, that was your bull. Yeah, I'm gonna, you know, I'm gonna do this and I'm gonna do that and I'm gonna be this and I'm gonna be that. Ezt és ezt fogom csinálni. Ezzé és ezzé fogok válni. And January 2nd comes and you're a failure already. És január 2-án már egy vesztesnek érzed magad. You already, it's like, you know, I forget, who cares, let's try next year, you know. Már elbuktad a dolgot, inkább hagyjuk az egészet majd következő évben. It's too late for me, it's too late, you know, it's January 2, you know. Már én elkéstem ezzel, január 2-án. And we have this, you know, I don't know what it is that we love to, like, you know, make plans, like, this year I'll be better, as if the clock will change who we are. Tehát valahogy terveket szövünk, hogy ebben az évben én jobb leszek, mintha az óra, ahogy átkattan az év, attól valami változna. The truth is that you and I are going to be exactly the same come midnight tomorrow night. Igazából, igazság szerint jövő... How's that for an encouragement? Yeah. Mármint holnap éjfélkor, és utána egy perccel ugyanazok az emberek leszünk. We're not changing like that. Egy pillantás alatt mi nem változunk But meg. But over the long haul, over the process, God is hopefully working in your life. De hosszú távon, menet közben Isten remélhetőleg munkálkodik az életedben. And my hope is that hopefully many of you could look back at this year and say, yes, I've grown in the Lord this year. És remélhetőleg sokak köztetek úgy tudnak visszatekinteni, hogy igen, én azért tanultam ebben az évben az Úrtól, és növekedtem. Before you say you haven't, let me give you a couple other ways to litmus test your faith. Ha mielőtt azt mondod, hogy hát én nem, azért hadd mondjak egy pár másik dolgot, ami mentén ezt megvizsgálhatod. Okay. Two tests. Két különböző próbát például. Numero uno, number one. Az egyes. Are you struggling with sin? Te küzdködsz a bűnnel. Don't raise your hand, don't. Ne emeld fel a kezedet, nem kell. You know, don't raise the hand of the person next to you. Ne emeld fel a melletted ülő kezét. Keep your hands to yourself. But I want you to consider this right now. De gondoljatok most ebbe bele. Have you struggled with sin this year? Te küzdködtél a bűnnel ebben az évben. And I want to make a suggestion to you. És ajánlanék valamit. It's not true always.
Nem mindig igaz így. But it's often true. De gyakran igen. That if you've struggled with sin this year, hogyha te ebben az évben küszködtél valamilyen bűnnel, you are growing in the Lord. Akkor igazából az Úrban te növekedsz. Hopefully already this makes some of you feel a little better. Remélhetőleg már ettől valaki jobban érzi magát. I haven't read more, I haven't prayed enough, and I've not shared my faith, but boy have I struggled. Mert ugyan nem olvasom eleget a Bibliámat, nem imádkoztam túl sokat, a hitemet sem osztom meg, de küzdeni a bűnnel, na, azt szoktam. It's not true of every Christian. Nem minden keresztényre igaz. But I think it's true of many of us. De azt hiszem sokunkra igen. And you might ask, how can a struggle with sin be evidence of growth in my life? És erre megkérdezed, hogy lehet a bűnnel való küzdelmem a növekedésem jele? Because doesn't my struggle with sin only prove that what a lousy Christian I am? Mert igazából ez a küzdelmem csak azt bizonyítaná, hogy milyen nyomorult keresztény ember vagyok. And how far I still have to go? És hogy még milyen messzi az út előttem. It probably does that too, but igen, stay with me. Igen, ez is jelentheti, de... We have a fundamental problem with what we consider solid Christianity. Van egy alapvető problémánk, amit mi elképzelünk a fejünkben, hogy milyen egy stabil, erős keresztény. I mean, I have to tell you now, after, I don't know, about 20 years of serving the Lord, I don't know what normal is anymore, I'll be honest. Meg kell mondjam őszintén, már 20 éve szolgálom az Urat, és most arra jutottam oda, hogy már nem tudom pontosan eldönteni, mi a normális. What is normal Christianity? What is, I have no idea. Mi az, hogy normál kereszténység? If you know, God bless you. Ha te tudod, Isten áldjon. But I don't know anymore. De én már nem tudom. Because we're all so unique and so different. Mert mindannyian annyira különlegesek és egyediek vagyunk. And what's totally normal for you might not be totally normal for somebody else. Mert ami neked teljesen normális és belefér, az másnak lehet, hogy and nem. And we have these ideas of what is a strong Christian. És arról is van ilyen képünk, hogy milyen az erős keresztény ember. And I think one of the fundamental errors we've made is we've made strong Christianity sinless Christianity. És az egyik hiba, amit elkövetünk, hogy ezt az erős keresztény képet ilyen büntelenné is tettük. Oh, if you're a strong Christian, then you don't sin. Hogyha erős keresztény vagy, te nem vétkezel. And so we see people feeling the need to put on an act to show people that they're better than they are. És látni, ahogy az emberek próbálkoznak valamilyen arcot mutatni, hogy ők mégiscsak jobbak, mint mások, vagy legalább olyan jók, mint mások. But what does a strong Christian actually look like? Tehát akkor milyen egy keresztény, aki erős? I mean, is a strong Christian a person who smiled at you at church on Sunday? Az, oh, they're strong, they're happy. Aki olyan boldognak tűnően mosolyog mindig. Is that a strong Christian? Ő egy erős keresztény. If you saw somebody who's feeling discouraged, does that prove that they're weak? Ha valaki elkeseredett a gyülekezetbe, akkor azt gondolod rögtön, hogy ő egy gyengébb keresztény. If somebody asks you for prayer, does that prove that they're weak? Ha valaki kéri, hogy imádkozz érte, akkor az azt mutatja, hogy ő gyenge. Or does it prove that they're strong? Vagy azt, hogy erős. Because they know that they need help. Mert tudják, hogy szükségük van segítségre. We create these ideas of what a Christian looks like. Valahogy alkotunk ilyen képeket magunkba, hogy milyen is egy erős keresztény. What are the clothes that Christians wear? Milyen ruhákat visel egy keresztény? Apparently it's not a black t-shirt, according to Christian. A fekete póló, ezek szerint nem, én nem engedtem, okay. Ugye? You know, hey ladies, girls, is there a Christian makeup? Lányok, van valamiféle keresztényi smink stílus? Don't tell me, don't... Nehogy elmondjátok, hogy van. You know, this brand, oh, this is Christian, oh, and you see another girl and you say, oh man, she's not a strong Christian, look at that makeup. Hát, hogy megnézzük egymást, és a lányok rögtön már megoldják a fejükbe, hogy hát ez a smink, ez már nem fér bele. Look at those clothes. Ez nem keresztény. Hát milyen ruha van rajta? That proves something about that person. Ez azért bizonyít róla valamit. And these are all false ideas that we build up of what a Christian should look like. És ezek teljesen hamis képek, amik mentén felépítjük, hogy milyennek kéne kinézzen, vagy milyen legyen egy erős keresztény ember. If you were to mentally make a list of what a strong Christian looks like, ha te fejedbe kéne, hogy készíts egy ilyen listát, probably you would not have put near the top of your list a strong Christian is a person who's struggling. Valószínűleg ezt a tulajdonságot, hogy egy erős keresztény küzd a bűnnel, azt nem raknád az első. But according to the scriptures, you should. De az ige alapján így kéne tennünk. It should be high on our list of what a Christian looks like. Ott kéne, hogy legyen nagyon elől a listánkon, hogy milyen azon a listán, hogy milyen egy keresztény, egy erős keresztény ember. Better a Christian who struggles with sin than a Christian who doesn't struggle with sin at all. Sokkal jobb egy olyan keresztény ember, aki küszködik a bűnnel, mint egy olyan, aki egyáltalán nem küzd. The reality is that we are in danger if you're not struggling.
Mert akkor vagyunk igazából veszélyben, ha egyáltalán nem küzdünk. Turn with me to 1 Timothy chapter 6. Lapozzunk az 1 Timóteus 6-hoz. 1 Timothy chapter 6. Verse 12. Fight the good fight of faith, lay hold on eternal life to which you were called and have confessed the good confession in the presence of many witnesses. Harcold meg a hit nemes harcát, ragad meg az örök életet, amelyre elhivattál, amerről vallást tettél szép hitvallással sok tanú előtt. As Paul is writing to his kind of protege Timothy, ahogy ugye Pál megírja ezt az ő tanítványának, Timóteusnak. He says, hey Timothy, fight the good fight of faith. Azt mondja neki, hogy Timóteus, harcold meg a hit nemes harcát. I guess it's important for you and me to remember, and Paul felt it important enough that he would say this a couple times. Azt hiszem fontos kell, hogy legyen számunkra. Pálnak is az volt, mert többször elmondja. That our faith is not a walk in the park. Az az, hogy a hitünk, a hitéletünk, az nem egy sétagalop. I'm gonna walk in the park with Jesus. Hogy akkor én most így elmegyek és csak úgy andalgok egyet Jézussal. No, you are in a fight for your faith. Igazából te harcban állsz a hitedért. The analogy that best fits the Christian life is more of a boxing match. A legjobb analógia a keresztény életre inkább egy box meccs lenne. If you don't like boxing, sorry, but it's a good picture. Nem szereted a boxot, akkor most sajnálom, de igazából egy nagyon jó kép. The most dangerous position for a boxer. A legveszélyesebb pozíció a boxoló számára. Is hands down. Amikor a keze lent van. Right? Ugye? And one thing worse than that. Ennél egy rosszabb van. Is if a boxer doesn't know he's in a boxing match. Hogyha a boxoló azt se tudja, hogy boxmeccsen van. That's a bad day. Az egy rossz nap. You know, oh, what are we doing in here? You know, poof, you know. Hogy mi van itt ma? Mi történik? And if you've ever watched if you've ever seen that, you ever watched when some guy's getting beat up and he has that look in his eyes like he doesn't know where he is anymore. És láttatok boxmeccset, amikor az egyiket már úgy csépeli a másik, hogy az egyik fickó, az első fickó már ilyen üveges tekintettel csak néz, már azt se tudja, hol van és mi történik vele. That guy is in trouble. Onnantól kezdve tudjuk, hogy annak az embernek vége. You know, he has no idea what's about to come. Már nem is tudja, hogy mi készül, meg mi lesz vele. I don't think anything could be worse than to be in a boxing match and not know it. Szerintem ennél nincs rosszabb, hogy boxmeccsen vagy, és nem is tudod. And yet how many Christians forget that they're in a fight? És mégis mennyi keresztény ember elfelejti, hogy harcban vannak, csatában vannak. Maybe you remember it when you're out in the world. Lehet, hogy amikor a világban voltál. And maybe you think, oh, I'm at church, the boxing fight's over. Akkor igen, de amikor itt vagy a gyülekezetben, azt érzed, hogy na itt most a boxmeccs egy picit pihen, itt most vége. And you would be wrong. De hát tévedsz. Because the devil's in the church too. Mert az ördög ott van a gyülekezetben is. Don't say it's true. Well, it is. Ó, ne mondd, hogy ez így van. Pedig igen. Where human nature exists, the devil is working. Ahol az emberi természet jelen van, ott az ördög is munkálkodik. Call it the world, call it whatever. Hívjad a világnak, vagy bárminek. We are in, I mean, let me just talk about the world for one moment. There's a tidal wave of worldliness that's trying to consume you. És hadd beszéljek erről csak egy pillanatot. A világ, mint egy hatalmas hullámtömeg, tör ránk, és mosna el bennünket. Trying to overwhelm you. The world is trying to get you to give up on this silly faith of yours. A világ próbál legyűrni, és rád bebizonyítani neked, hogy milyen butaság a hited, és hogy add már végre föl. And if you haven't heard that or didn't know that, then you've been isolated. Ha ezt nem érezted, ha ezt nem hallottad, ha ezt nem tapasztaltad, akkor egy buborékban élsz. The pressure upon you is tremendous to give up this Christianity. A nyomás azon rajtunk, hogy feladjuk a hitünket és a keresztény életvitelünket, az hatalmas. But there's also a thing called, I'm going to call it Christian worldliness. De van egy olyan dolog is, amit én úgy neveznék, hogy keresztény világiasság. And so Christian worldliness is a powerful force. És az is egy nagyon erős, nagy erő. Christian worldliness looks like this. Ami így néz ki. Okay, love God. Jól van, szeretem Istent. Okay, be a Christian. Oh, jó, legyünk keresztények. But just don't be so crazy for God. Csak azért annyira nem kell belevonódni ebbe.
relax. Azért nyugi. All right, go to the church, whatever. Jó, menj gyülekezetbe, járjál. But don't let this thing consume your life. De ne add, hogy teljesen felemészsz az életedet ez a gondolatmenet. It sounds like this for many young people. Sok fiatalnak valahogy, sok keresztény fiatalnál ilyen a gondolkodás. Follow God, but not too close. Kövesd Istent, de azért ne annyira szorosan. You'll have time for that when you get older. Vagy, hát majd lesz erre időd, amikor öreg vagy. You'll have time. Hey, listen. Once you're much older, you know, you've lived your life, then you can really, you know, amikor be a Christian. Már megélted az életed javát, és már kiélted magad, akkor majd élhetsz így Istenért, és követheted Jézust. Right now is your time for fun. De most az idő arra van, hogy so élvezd az életet. Live your life, you know, hey, listen, at least you know God. That's better than most. De hát különben is azért az ember mégiscsak ismeri Istent, az már jobb, mint ha nem. And the pressure upon, listen, the pressure upon young people is unbelievable today. És a fiatalokon levő, a keresztény fiatalokra nehezedő nyomás manapság hihetetlenül nagy. Must be so hard. Nagyon nehéz lehet. To make a decision to really follow the Lord. És nehéz egy ilyen döntést hozni, hogy én igenis követni akarom az Urat. When everything around you is saying quit being so ridiculous. Amikor minden és mindenki körülötted azt súlykolja, hogy hagyd már ezt abba, milyen nevetséges vagy. And when you follow this Christian worldly trail, it leads downward. És amikor ezt a keresztény világiasságot követed, az is egy lefele menő spirál. It leads you to say things like, well, I can do that thing, I know it's wrong, but God will forgive me. Akkor már, ha ebbe vagy, akkor olyanokat mondasz, hogy megtehetem végül is, Isten majd megbocsát. And you can. És valóban megteheted azt and a valamit. He will, és valóban Isten megbocsát. And it will affect you in ways that you can't even imagine. De annak a dolognak a következménye úgy fog rád kihatni, ahogy most még egyáltalán Christians, nem gondolod. When we begin to think that it's okay to do what we're going to do because God will forgive us, it hurts us in ways you can't even begin to fathom, and amikor you shouldn't have to. Mi keresztényekként így gondolkodunk, hogy bármit végül is megtehetek, ami bűn ugyan, de Isten megbocsátja, ez igaz. De olyan módokon fog ránk hatással lenni ez, amit nem is gondolunk and még előre. And if you follow that path downward, és ha ezt az utat követed így lefele. You eventually just say, you know what, all those rules and things, that's what my parents told me, that's what I used to believe that, but I don't even know if those things are true anymore. És eljutsz addig, amikor már azt mondod, hogy fú, ezek a szabályok, hát ezeket a szüleim súlykolták, ők tanították, hát nem is tudom, hogy igazából ezek min alapulnak, és hogy én elhiszem ezeket. Maybe you're not a young person, maybe you're a bit older. Lehet, hogy nem vagy már annyira fiatal, akár idősebb vagy. Christian worldliness is still alive. De a keresztény világiasság attól még ott van. Maybe it sounds like this. Lehet, hogy neked így hangzik. I'm too old to change. Hát én már túl öreg vagyok, hogy megváltozzak. You know, I've lived this way for this long, and you know, that's not going to change. Már ennyi ideje így éltem. Right? Már ezek után nem tudok megváltozni. What's the phrase? You can't teach an old dog a new trick. Van egy ilyen mondás, hogy az öreg kutyának már új trükköt nem lehet megtanítani. And that might be true, I don't know. Hát lehet, hogy így van, nem tudom. But what I do know is that none of you are old dogs. Azt tudom, hogy egyikőtök sem öreg kutya. So that phrase isn't true for you. Tehát ezt a mondást felejtsétek el. But it's just so easy to just kind of come to that place where we just say, you know what, I'm not going to change. This is who I am, this is the way it is. De ezért könnyen az ember eljut oda, hogy hát én már csak ilyen vagyok, én már ebből nem fogok megváltozni. Or equally an equally powerful force in our lives is I've been around Christians so much of my life and the truth is they're all a bunch of hypocrites, so I can be the way I want to be. A másik dolog, hogy én már annyi ideje keresztény emberekkel élek együtt, a környezetemben sok keresztényt látok, és mindegyik olyan képmutató. Én megengedhetem magamnak, hogy más legyek. They say this, but they do this. They act this way, but they're really like this. Ezt mondják, de azt teszik. So, így beszélnek, de aztán úgy viselkednek. Why can't I be? Akkor én miért ne lehetnék? And we just have this kind of giving up mentality. És van bennünk egy ilyen feladás. Let me clear the air about hypocrisy. Hadd mondjak valamit el azért a képmutatásról. Look around. Nézd körül. We're all hypocrites. Mindannyian azok vagyunk. All of us. Mindannyian. We believe in a standard that none of us are living up to. Egy olyan mércét vallunk, és abban hiszünk, amit egyikünk sem tud megtartani. Does that make the standard wrong? Ettől akkor a mérce lesz a hibás? No. Nem. Does that make us wrong? Mi leszünk a hibásak? Yes. Igen. That's the point. Ez a lényeg. It's the worst excuse of them.
ez a legrosszabb kifogás. Oh, there's so many hypocrites. Oh my gosh, you have no idea how many there are. Fú, annyi képmutató embert látok. Hát el sem tudod képzelni, hogy mennyien you vagyunk, don't even know how many levels of hypocrisy there are. Sőt, valószínű, hogy a képmutatásnak a szintjeit és fázisait még nem is láttad kibontakozni. But if you are in the place today where you've given up on your faith because of other people, then let me say this to you. Ha viszont te pont egy ilyen helyen vagy az életedben, hogy a mások képmutatása miatt kiábrándult állapotban vagy. People will fail you. Hadd mondjam el, hogy az emberek csalódást fognak okozni. I'm ashamed of so much of what is called Christian today. Én nagyon sok részét, amit kereszténységnek hívunk, szégyellek. But honestly, I'm ashamed of things in my own life. De ugyanígy sok dolgot, de sok dolgot szégyellek a saját életemben is. But de I've never been ashamed of Jesus. De Jézust soha nem szégyeltem. Never. Soha. And to make your faith about other people. És hogyha a te hitedet mások más emberektől teszed függővé. It's Christian worldliness. Akkor ez keresztény világiasság. Well, look at them. Hát de nézd őket. If they're doing that, then I can do that. Ha ők ezt megtehetik, akkor én is. We are under an absolute barrage of attack. Hatalmas támadások sora éri ma a keresztényeket. And it's not decreasing. És ez nem csökken. Now maybe though, maybe for you today the fight isn't just outward. Lehet, hogy számodra ez a küzdelem manapság nem is csak a kifele való küzdelem. Turn with me to 2 Corinthians chapter 7. Lapozzatok a 2 Korintus 7-hez. 2 Korintus 7. Verse 5. 5. vers. Paul says this. Ezt mondja Pál. There at the end of the latter half, he says, "We were troubled on every side. Outside were conflicts, inside were fears." A vers második fele. Hanem mindenféleképpen gyötrődtünk. Kívül harcok, belül félelmek. Paul acknowledges that the battle that is not only around, but oftentimes it's inside. Tehát Pál mint egy kimondja, hogy a küzdelem az nem csak külső frontokon, a világtól jön, hanem sokszor bennünk is zajlik. I imagine almost every hand could go up in here if I asked you how many of you struggled with circumstances this year. I'm sure every hand could go up. Biztos minden kéz felemelkedne, ha azt kérdezném, hogy kinek volt ebben az évben küzdelme a környezetébe levő körülményekkel. But maybe it hasn't been those outward struggles that have been the greatest. Maybe it's an inner issue. Lehet, hogy nem ezek a külső nehézségek, körülmények voltak a legnehezebbek. Lehet, hogy benned zajlik valami sokkal nehezebb küzdelem. Inner turmoil, that inner inner fears, egy as Paul says. Belső félelmek vagy küzdelmek, amikkel küzdesz. I think it's true of many Christians that one of the greatest enemies in their life is their own expectations. És azt hiszem, sok keresztény életében a legnagyobb ellenségük a saját elvárásaik sora. I should be better by now. I should be this. I should be that. Mostanra már jobbnak kéne lennem. Mostanra már ilyennek vagy olyannak kéne lennem. Why am I not at that level now? Hogy miért nem tartok még itt meg ott? Why am I not stronger? Miért nem vagyok erősebb? Why am I still struggling with the same thing I've been struggling with year after year after year? Miért van az, hogy még mindig ugyanazokkal a dolgokkal küzdök, amikkel évek óta? Something must be wrong with me because I doubt anybody else struggles the way that I'm struggling. Biztos velem van valami baj, mert tuti senki más nem küzd úgy dolgokkal, mint én. And the irony is that all of us inwardly are saying the same thing. A vicc az egészben az, hogy mindannyian ugyanezeket mondogatjuk magunkban. But we come and see each other. How are you? Great. De amikor találkozunk egymással, megkérdezzük, hogy vagy. Szuperül, minden rendben. Everything is amazing. Csodálatos minden. Now, I'm not suggesting let's walk around and tell everybody our problems. That doesn't help. Ezt azt sem állítom, hogy a megoldás erre az lenne, hogy akkor most mindenkinek minden bajunkat elmondjuk. But I think that that expectations missed are a huge enemy in our lives inwardly. De azt hiszem, hogy amikor ilyen elvárásokat ugye nem tudunk betölteni, akkor az nagyon nagy ellenségét tud válni bennünk. Struggling with sin is not evidence that you're a lousy Christian. A küzdelmed a bűnnel nem annak a jele, hogy te egy nyomorult keresztény in ember fact, vagy. In fact, I'm suggesting, I believe the Bible backs me up on this, it suggests that you're on the right track. Én azt gondolom, és a Biblia azt hiszem ebben megtámogat, ugyanezt mondja, hogy ez inkább annak a jele, hogy jó úton haladsz. Are you fighting the fight?
hogy harcolod a harcot? Are you wrestling with these inner struggles? Küzdesz, harcolsz ezekkel a belső félelmekkel? Now I want to clarify something about this though. Ezzel kapcsolatban valamit hadd tisztázzak. Because for some Christians they believe that simply acknowledging that they're a sinner is the same thing as struggling with sin, and it is not. Tehát egyes keresztény embereknek az, hogy elismerik, hogy hát én bűnös ember vagyok, ez van, és vagy valaki küzd is a bűnnel, a kettő nem ugyanaz. You know, oh yeah, yeah, I know it's wrong, I know I'm a sinner, yeah. Igen, tudom, hogy rossz ez a dolog, tudom, hogy én is bűnös vagyok. That's not producing anything godly. Na, ez nem feltétlenül munkál ki bennünk semmi Isten kegyes dolgot. But that person who is fighting over the carnality in their own life. De ha valaki küzd és harcol a bennük levő testiesség ellen. Struggling to be more like Jesus, to be closer to Jesus. És küzd azért, hogy még inkább Jézushoz hasonlítson és hozzá közelebb kerüljön. Fighting the good fight of faith. És a hit nemes harcát harcolja. This is victory for us Christians. Ez a győzelem számunkra, keresztények számára. Now, can you expect, if you struggle with sin long enough, can you expect that one day you'll be sinless? Azt, hogyha elég ideig küzdesz egy bűnnel, előállhat az a helyzet, hogy már teljesen bűntelen vagy? No. Nem. Sorry if you were hoping to hear yes. Sajnálom, hogyha azt remélted, hogy igent mondok. No, our victory is not a sinless life here on earth. A győzelem a keresztény életünkben nem azzal egyenlő, hogy akkor bűntelen életet élünk itt a Földön. In Philippians chapter 3, a Filippi 3-ban azt olvassuk. Filippiek 3:12. Paul says, not that I have already attained or am already perfected. Nem mintha már elértem volna mindezt, vagy már célnál volnék. Here's a man who has lived his, you know, his whole adult life serving the Lord. Itt van ez az ember, aki az egész felnőtt életét Isten szolgálatára szánta. Given up everything. Mindent feladott. And yet he says, I haven't made it yet. És még ő is azt mondta, hogy nem mintha elértem volna. He never believed himself anything other than a sinner saved by grace. Soha nem gondolkodott magáról másképpen, mint egy bűnös ember, aki kegyelemből. He wasn't looking forward to a sinless life on earth. Ő nem, neki nem volt cél egy bűntelen élet itt a Földön. Oh, one day I'll be sinless here on earth. Hogy egy napon majd minden bűntől mentes leszek. It was never something that he was expecting. Soha nem ez volt az elvárása. Turn with me to 1 Timothy chapter 1. Lapozzunk Timóteushoz írt első levél első fejezetében. And we'll begin in verse 12. 12. verstől. I thank Christ Jesus our Lord who has enabled me, because he counted me faithful, putting me into the ministry. Hálát adok a Krisztus Jézusnak, a mi Urunknak, aki megerősített engem, mert megbízhatónak tartott, amikor szolgálatra rendelt. Although I was formerly a blasphemer, a persecutor and an insolent man, I obtained mercy because I did it ignorantly in unbelief. Jól lehet előbb őt káromló, az öveit üldöző és erőszakos ember voltam. Mégis irgalmat nyertem, mert hitetlenségemben tudattanul cselekedtem. And the grace of our Lord was exceedingly abundant with faith and love, which are in Christ Jesus. De bőségesen kiárat rám a mi Urunk kegyelme a Krisztus Jézusban való hittel és szeretettel. This is a faithful saying and worthy of all acceptance, that Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am chief. Igaz az a beszéd, és teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött el a világba, hogy a bűnösöket üdvözítse, akik közül az első én vagyok. However, for this reason I obtained mercy, that in me first Jesus Christ might show all long suffering as a pattern to those who are going to believe on him for everlasting life. De azért könyörült rajtam, hogy Jézus Krisztus elsősorban én rajtam mutassa meg végtelen türelmét példaként azoknak, akik majd hisznek benne, és így az örök életre jutnak. Now to the King, eternal, immortal, invisible, to God who alone is wise, the honor and glory forever and ever. Amen. Az örökké valóság királyának pedig, a halhatatlan, láthatatlan egyistennek tisztelet és dicsőség örökkön örökké. Amen. These are some of my favorite verses in all of Scripture. Az igében ezek a kedvenc igéim közül valók. Because here's a man who we can all agree is a strong Christian. Mert itt van ez a férfi, akiről azt hiszem mindannyian egyetértünk, hogy ő egy erős keresztény. How are we going to define a strong Christian? Hogyan fogjuk az erős keresztényt meghatározni? Usefulness? Hogy hasznos? Sinless? Bűntelen? How do we define a strong Christian? Hogyan határozzuk meg tehát?
I think Paul defines a strong Christian perfectly. Pál nagyon jól határozza meg, hogy milyen egy keresztény. Paul says keresztény. Of himself, I'm the chief of all sinners. Ő azt mondja, hogy én vagyok a bűnösök között az első. He would say of himself, I'm a horrible person. Magáról azt mondaná, hogy egy borzalmas ember vagyok. But I thank Jesus. De hálát adok Jézusnak. What defined Paul's strength in the Lord? Mi határozta meg Pál erejét, Krisztusba vetett hitét és his erejét? His sin a bűne caused him to cry out to his Savior. Az ő bűne arra sarkalta, hogy minél inkább az ő megváltójához kiáltson. Paul knew forgiveness and grace intimately. Nagyon jól ismerte Pál a megbocsátást és a kegyelmet. And it drew him closer to Jesus. És ez még közelebb vonta őt Jézushoz. Ultimately, what does it mean to be a strong Christian? És igazából mit jelent, hogy valaki erős keresztény? It's a person who's getting closer to Jesus. That's it. Egy olyan ember, aki egyre közelebb kerül Jézushoz. How are we getting closer to Jesus? Hogyan kerülhetünk közelebb Jézushoz? Through our perfection? No. A tökéletességünk által? Nem. Through our need for forgiveness. Hanem a megbocsátásra való szükségünk által. And a deeper understanding of God's grace. I don't think anybody understood grace more than Paul. És hogy egyre mélyebben megértjük, mit jelent Isten kegyelme. Azt hiszem, Pálnál ezt senki nem értette Paul jobban. Paul struggled with sin. Pál küzdött a bűnnel. It was a fight worth fighting. De ez egy nemes harc volt, amiért érdemes volt harcolni. Because it caused him to see his need for more of God. Mert ebből is megláthatta, hogy még inkább szüksége van Istenre. Are you struggling with sin? Te is küzdesz a bűnnel. Good. Jó. Keep struggling. Akkor tartsd ki, továbbra is küzdj. Keep struggling. Küzd tovább. Well, what's my victory? De mi akkor a győzelmem? More grace. Még több kegyelem. More forgiveness. Még több megbocsátás. Closer to Jesus. És hogy közelebb vagy Jézushoz. But the closer you get, de ahogy közelebb kerülsz, the more aware of your need for grace and forgiveness you will become. Annál inkább felismered, hogy mennyire szükséged van a megbocsátásra és a kegyelemre. It's a vicious circle, but it's beautiful. Gyönyörű ördögi kör. Because the closer you get, mert minél közelebb kerülsz, the more you'll realize, oh my gosh, I'm a horrible sinner. Annál inkább rádöbbensz, hogy egy nyomorult bűnös vagy. I need forgiveness. És hogy szükségem van a megbocsátásra, kegyelemre van szükségem. See, Paul was a balanced Christian. Pál egy nagyon kiegyensúlyozott keresztény volt. He wasn't preoccupied with his guilt. Nem a bűnös volt a kötötte le őt állandóan. I really want you to hear this. Szeretném, ha meghallanátok. I don't believe that you and I are supposed to end the year feeling guilty about the last year. Nem gondolom, hogy úgy kéne ezt az évet lezárnunk, hogy bűnösségünk felett bűntudattal küszködve itt állunk. And then making silly promises of how much better you'll be next year. És hogy buta ígéreteket teszünk, hogy a jövő évbe majd bezzeg mennyivel jobbak leszünk. You are who you are right now. Te az vagy, aki vagy. The question is not can you be better, you know, in 2 days. Nem az a kérdés, hogy két nap múlva tudsz-e jobb lenni. Because it's not going to happen. Mert nem lesz így. At least not for very long. Nem vagy hosszú ideig nem. The question is this. A kérdés inkább az. Are you able to let God work? Hogy tudod-e engedni Istent, hogy ő munkálkodjon? Focusing upon your guilt is only one element. Az, hogy a bűnösségünket felismerjük, az csak egy összetevő. The strength in our lives is when we recognize our guilt, but receive His forgiveness and grace. Az életünkbe az erőt az adja, hogy felismerjük a bűnösségünket, de aztán felismerjük a szükségünket a megbocsátásra és a kegyelemre. It won't do you any good to end the year feeling guilty. Semmit nem használ az, ha avval fejezed be az évet, hogy felismerem, hogy bűnös vagyok. But being forgiven and experiencing grace, that's a great way to end the year. De ha megérted azt, hogy de hát megbocsátott vagyok, és kegyelemben élhetek, így már sokkal jobb befejezni az évet. So, struggle away. Úgyhogy csak küzdjetek tovább. Second thing. Na, másik dolog. Are you longing for more? Vágyakozol többre. In Psalm 42, verse 1, the psalmist said this. A 42. Zsoltárban a Zsoltáros ezt mondja az első versben. As the deer pants for water, so my soul longs after you, O God. Ahogy a szarvas kívánkozik a folyóvízhez, úgy kívánkozik a lelkem hozzád, Istenem. Just kind of imagine this guy sitting there watching this deer come up to the brook. Elképzelem, hogy az ember ott ül, és ugye figyeli, ahogy a szarvas oda megy a patakhoz. And just start going crazy, you know? És elkezd őrülten inni. You know, so thirsty. Annyira szomjas. Right, when you're thirsty, what do? You use your, you know, your hands, that opposable thumb, you know, grab a glass and drink. Ugye, mi ha szomjasak vagyunk, mit csinálunk? Megfogunk egy pohár vizet és iszunk. Take those away from you. Ha elvennék tőled a kezedet. There's a bucket of water in front of you. És ott van egy vödör víz előtted. You just reach in and just start, you know. Beledugnád a fejed és lefekelnél. Kicsit ugyan
But it gets the job done. Szűrösebb a módszer, de azért innál. And you know, you're thirsty enough, you'll do whatever. És az nagyon szomjas vagy, bármit megteszel. And the psalmist, I think he's looking at this and he's saying, God, that's what my soul longs for. És ahogy látja a Zsoltáros ezt a szarvast, arra gondol, hogy erre vágyik az én lelkem is. Not just calm, simple, you know, communion cup sipping. Nem csak ilyen nyugodt, picikét szépen, mint egy kis úrvacsorás pohárkából való kortyintásra. Oh, I need Jesus. Hogy jaj, szükségem van Jézusra, akkor egy kis kortyocskát. But that kind of like just lapping it all up, like I can't get enough. Hanem ilyen módon így belefekeljük, hogy még többet kérek. The Bible says that God has put eternity in our hearts. Az ige elmondja, hogy Isten az örökkévalóságot a szívünkbe helyezte. You were made for eternal things. Arra lettünk megalkotva, örökkévaló dolgokra. And you will never be satisfied with temporary things. Pontosan ezért az átmeneti időleges dolgok soha nem elégítenek. Not everything in the world is bad. There's a lot of great things in the world. Nem minden rossz a világban, nagyon sok jó dolog is van. It's not their value is not in good or bad. It's simply not enough. Soha nem ez a mérce, hogy jó vagy rossz, inkább az, hogy elége. No relationship will ever be enough. Semmilyen kapcsolat nem lesz elég. No amount of materialism will ever be enough. Soha nem lesz elég anyagi javad, amire azt mondod, hogy ez betölt. You will never be fully, completely, emotionally satisfied. Soha nem leszel teljesen komplett és egész érzelmileg betöltött. There's always going to be just that little bit. Mindig lesz egy sóvárgás, egy pici valami. Little bit more. Valami, ami többre vágyik. Isn't this one of the things that we see happen for children at Christmas every year? Nem ez, amit látunk a gyerekeknél is karácsonykor? When that's the day you experience all emotions. Minden érzelem átmegy rajtuk. Expectation. A várakozás. Hope. A reménykedés. Joy. Az öröm. Receiving, you know, oh man, I got something, and then total depression afterwards. Megkapja, amire vágyott, vagy valamit kap, és utána mondjuk teljes depresszió is jöhet. It's all over in 5 minutes. 5 perc alatt lefut az egész. When is it Christmas next? You know, mikor lesz a következő karácsony? Yeah, 365 days, but you know. Hát még 365 napot várnod kell. But isn't that true in all of our lives? De hát nem igaz ez így mindannyiunk életében. If only I had this. Ha ez a valami, ez megadatlan, if only this happened. Vagy ez a dolog megtörténne. Then it does. És mondjuk megtörténik. And it feels good. És nagyon jó. For a while. Egy ideig. But then there's more. De aztán még több. And there's always the longing for more. És mindig vágyakozunk többre. And that's not a bad thing. És ez nem egy rossz dolog. It's the way you were designed. Így lettünk megtervezve. You were manufactured this way. Így lettél legyártva. You were built to long for eternity. Mert mi az örökkévalóságra lettünk megteremtve. Therefore, you will never be satisfied except for eternal things. Ezért soha nem tudsz teljesen elégedett lenni, csak is az örökkévaló dolgokkal. Psalm 107 verse 9 says this. A 107-es Zsoltárban, a 9-es versben ezt olvassuk. He satisfies the longing soul and fills the hungry soul with goodness. Mert megitatta a szomjazókat, és jól tartotta az éhezőket. In Matthew chapter 5 verse 6, Jesus said, "Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled." Azt mondja Máté 5-ben Jézus 5-6-ban, boldogok, akik éheznek és szomjaznak az igazságra, mert ők megelégítetnek. It's a blessed thing to long for more of God. Az egy áldás, az egy áldott helyzet, amikor többre vágyakozunk Istenből. Because he'll meet that longing. Mert ő betölti majd azt. And he'll fill you with kind of a holy longing for more. És ő majd ad még további szent vágyakozást még többre. Turn with me to Romans chapter 8. Lapozzatok velem a Róma 8-ba. Beginning in verse 18. A 18-as verstől. For I consider that the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. Mert azt tartom, hogy a jelen szenvedései nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, amely láthatóvá lesz rajtunk. For the earnest expectation of creation eagerly waits for the revealing of the sons of God. Mert a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését. For the creation was subjected to futility, not willingly, but because of him who subjected it in hope. A teremtett világ ugyanis a hiába valóságnak vettetett alá, nem önszántából, hanem azáltal, aki alávetette. Because the creation itself will be delivered from the bondage of corruption into the glorious liberty of the children of God.
mégpedig azzal a reménységgel, hogy a teremtett világ maga is meg fog szabadulni a romlandóság szolgaságából Isten gyermekeinek dicsőséges szabadságára. For we know that the whole creation groans and labors with birth pangs together until now. Hiszen tudjuk, hogy az egész teremtett világ együtt sóhajtozik és együtt vajódik mindez ideig. Not only that, but we also who have the first fruits of the Spirit, even we ourselves groan within ourselves, eagerly waiting for the adoption, the redemption of our body. De nem csak ez a világ, hanem még azok is, akik a lélek első zsengéjét kapták, mi magunk is sóhajtozunk magunkban, várva a fiúságra, testünk megváltására. For we were saved in this hope. But hope that is seen is not hope, for why does it one hope for what he sees? But if we hope for what we do not see, we eagerly wait for it with perseverance. Mert üdvösségünk reménységre szól, viszont az a reménység, amelyet már látunk, nem is reménység, hiszen amit lát valaki, azt miért kellene remélnie? Ha pedig azt reméljük, amit nem látunk, akkor álhatatossággal várjuk. We were made with a longing. Tehát egy ilyen várakozással lettünk megteremtve. Just as all of creation longs for the return of Christ. Ahogy az egész teremtett világ várja Jézus eljövetelét. This is not our home. Ez itt még nem a mi otthonunk. We're not home yet. Még nem vagyunk otthon. You were made to long for heaven. Igenis, ott van bennünk. Vágyjunk is a menny után. For a new body. Vágyunk az új testünkre. In 1 Corinthians chapter 13 verse 12, Paul says this. Az 1 Korintus 13-ban, 12. versben azt mondja Paul. For now we see dimly as in a mirror, but then face to face. Now in part, but then we will know even as we are known. Mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről színre, most töredékes az ismeretem, akkor pedig úgy fogok ismerni, ahogyan engem is megismert az Isten. Have you felt dissatisfied this year? Volt már, hogy elégedetlenül érezted magad? Oh boy, yeah. You don't have to tell me. Don't say. Nem kell, hogy azt mondd, hogy igen. Maybe that's okay. Lehet, hogy nem baj. Maybe God wants you to long. Lehet, hogy Isten azt szeretné, hogy vágyakozz utána. For his truth. Az ő igazságára. For his life in yours. Az ő életére te benned. Because this is not our home. Mert ez itt még nem a mi otthonunk. You were made for heaven. Te a mennyre lettél megalkotva. But until then, addig viszont, addig we fight worldliness. Addig küzdködünk a világiassággal. In the world. A világgal, a világban. In our own hearts. A saját szívünkben, a félelmeinkkel. Let's be honest, we don't need the world to sin. Our hearts are just fine by itself. Igazából nincs is szükségünk a világra ahhoz, hogy vétkezzünk. Az elég a saját szívünk ehhez. We struggle. Küzdködünk. We fall. Elbukunk. And we get back up. És utána felkelünk. Proverbs chapter 24, verse 16. A példabeszédek 24-ben, 16. vers. For a righteous man may fall 7 times and rise again. The wicked shall fall by calamity. Mert ha 7-szer elesik az igaz, mégis fölkel, de a bűnösök elbuknak a bajban. Falling isn't the end of the story, getting up is. Az elbukás, az elesés nem a vége a sztorinak, ott még jön az, hogy felállunk. Getting up? Ha felkelünk. Repenting? Ha megbánjuk a bűnünket. Receiving God's forgiveness and God's grace. Elfogadjuk aztán Isten megbocsátását és kegyelmét. This is strength. Ez az erő. This is growth. Ez a növekedés. Falling down doesn't prove anything. Az, hogy valaki elesik, az semmit nem bizonyít, mert mindenki elesik. Getting up. Az, hogy valaki feláll. That's the real story. Na, ott kezdődik az igazi történet. Getting up and experiencing God's grace again. Hogy felállok újra, és megtapasztalom Isten kegyelmét. Listen, újra. Maybe it's been a lousy year. Igaz, maybe. Lehet, hogy ez egy nehéz, nagyon rossz év volt. And maybe it wasn't your fault. És lehet, hogy nem a te hibád. Probably volt. Some of it was. Lehet, hogy valamennyire. Maybe all of it was. Lehet, hogy teljesen amiatt. Maybe you're just a victim and none of it was. Lehet, hogy te csak áldozat vagy, és semmi nem miattad van. Whatever. De bármi is legyen. How are you going to end it? Hogyan fogod befejezni? You going to end it on the ground? A földön fekve? Or are you going to get up? Vagy felkelsz? Repent. Hogy megbánod. Receive God's grace. Elfogadod Isten kegyelmét. And move forward. És előre tekintesz, és mész tovább. And probably fall again. És utána újra elesel. And then do it all over again. És aztán újra megcsinálod mindezt. And every time you get back up, you learn more of God's grace. És minden egyes alkalommal, hogy újra felálltál, újat tanultál Isten kegyelméről. If you try to excuse sin, oh yeah, God will forgive me, then you will not grow. But if you genuinely receive the grace and forgiveness of God, you will grow.
Ha csak annyit mondasz, hogy hát igen, ez van, bűnös ember vagyok, na ebből nem fogsz tanulni Isten kegyelméről. Ha megszenveded a vétkedet, és odaadod Istennek, és megtapasztalod a kegyelmét, abban fogsz növekedni. Struggling is not the worst thing that could happen to you. A küzdelem, a küszködés nem a legrosszabb, ami történhet veled. Honestly, the worst thing is that you don't experience any struggle at all. A legrosszabb szerintem az, ha már nem küzdködsz. I'm fine. Jól vagyok így is. To you, I would say, you need to repent. Ha ilyen vagy, akkor neked azt kell mondjam, azt szeretném mondani, hogy akkor térj meg ebből. End the year with repentance. Fejezd be úgy az évet, hogy megbánást mutatsz Isten előtt, és megtapasztalod a kegyelmét. God loves an obedient heart. Isten gyönyörködik az engedelmes szívben, a soft heart, a puha szívben, a broken heart, a megtört a szívben, bruised heart, a megsebzett szívben. But a hard heart he cannot work with. De a kemény szívvel nem tud mit kezdeni. And that ought to be our prayer. Ez legyen az imánk. Lord, let me have a soft heart. Hogy Uram, hadd legyen puha szívem. As I finish the year. Ahogy befejezem az évet. You can't change the past. A múltat már nem tudod megváltoztatni. But you can repent and you can receive. De megbánhatod a dolgokat, és elfogadhatod a kegyelmet. You can experience forgiveness and you can receive grace. Megtapasztalod a megbocsátást, és elfogadhatod a kegyelmet. None of us are meant to end the year full of guilt and regret. Nem kell. I don't egyikünk believe is. In as much as is possible. Bűntudatban és nyomorultul fejezzük be az évet. But to receive grace. Hanem hogy elfogadjuk a kegyelmet. Forgiveness. A megbocsátást. Not make silly plans at how great we'll be next year. Nem kell nagy terveket szövegetni, hogy milyen szuperek leszünk jövőre. Because according to scripture we're going to fall. Mert az ige szerint el fogunk esni. But the strength of our faith is not in the falling, it's in the getting up. A hitünk erőssége nem az elesés vagy nem elesés, hanem a felállásban van. Consider these things today. Gondolkozzatok ezeken ma. Consider your year even. Gondolkozzatok el az éveteken. Not so that you would feel guilty. Nem azért, hogy bűnösnek érezd magad. Oh man, it's been a horrible year. Hát nagyon gáz egy év. But so that volt. You might receive grace. Hanem azért, hogy elfogadhassd a kegyelmet. If you're willing to repent. Hogyha hajlandó vagy. God is willing to just pour out grace. A hajlandó vagy a bűnbánatra, Isten kiönti rád a kegyelmet. And you can begin a new year fresh. És így újjal kezdheted az with új évet. No feeling, no need to feel like you have to prove anything. És már nem érzed azt, hogy valamit bizonygatnod kell. You're not going to prove anything to God. Istennek nem kell, nem tudsz mit bizonygatni. He knows you better than you know you. Sokkal jobban ismer téged, mint te magadat. End the year with a soft heart. Inkább fejezd be az évet puha szívvel. Are you struggling? Ha küzdködsz. Good. Jó. Keep it up. Akkor tarts keep fighting tovább. Maradj így, és 2013 is a year of just keep struggling. A 2013 egy újabb küzdelmes év lesz. Küzdj. Because there is no plateau out there that we're trying to reach. Mert nincs valamilyen szint, egy plató, amit el kell érnünk, és akkor minden oké, nincs ilyen. There's hills and there's valleys. Vannak hegyek és vannak völgyek. That's the promised land. Ez az ígéret földje. You're either on a hill or in a valley, but in both places there's the Lord. Vagy a hegytetőn vagy a völgyben. De az Úr itt is, ott is ott van veled. The mountaintops are filled with new revelations of Jesus. A hegytetőkön újra megélünk és megtanulunk valamit Jézusról. The psalmist said, even if I walk through the valley, you're de with me. De a zsoltáros azt mondja, hogy ha a lálvölgyébe kell is átmennem, akkor is ott vagy velem. End the year with just a soft heart, Lord, I receive. Legyen inkább ez az év vége, hogy puha szívvel fejezed be, hogy Uram, itt vagyok, és szeretnék tőled kapni. Let's pray. Imádkozzunk. Lord, you made us for eternity. Uram, te minket az örökké valóságra teremtettél. And our lives will never be fully satisfied. Az életünkben soha nem lehetünk teljesen megelégedettek. Except when we allow you, Lord, to become our source. Kivéve akkor, amikor megengedjük, hogy Uram, te váljál az életünk forrásává. All of us, Lord, probably could look back and just see so many moments of failure, of regret. Mindannyian vissza tudunk tekinteni, és sok olyan pillanatot látunk az évünkben, amikor amit megbánunk, amit sajnálunk, hogy úgy történt. Lord, I want to repent of those things. Szeretnénk ezekből megtérni, ezeket megvallani neked. And experience, Lord, today your grace through forgiveness. Szeretnénk megtapasztalni a te kegyelmedet a megbocsátásodon keresztül. Help each one of us as we struggle.
segíts mindannyiunknak egyesével, ahogy a saját küzdelmünket küzdjük. First, Lord, help us to not see struggling as a sign of failure. Segíts először is abban, hogy a küzdelmet ne az elbukásnak a jeleként tekintsük. But quite often, just evidence of you working in us. Hanem annak lássuk, ami igazából, hogy te munkálkodsz bennünk. And Lord, I pray that you would create within us a greater longing for the things of you. És Uram, kérlek, hogy adj nekünk egy még nagyobb vágyakozást, sóvárgást irántad. Bless your people, Lord. Áld meg, Uram, a te népedet. Not because we're deserving. Nem azért, mert megérdemeljük. Because you're gracious. Hanem mert kegyelmes vagy. And you're loving. És szerető. I pray that you would help us, Lord, to get back up. Uram, imádkozom, hogy te segíts nekünk, amikor fel kell újra állni. In Jesus' name. Jézus nevében. Amen. Amen. God bless you guys. Isten áldjon benneteket. Consider these things today. Gondolkozzatok ezeken a dolgokon. If you need prayer, there's people here to pray for you. Ha szeretnétek imát kérni, lesz nekik elől. És holnap este a bulin találkozunk. Isten áldjon benneteket. Köszönöm szépen, Anya. Anya. It's a good seat.